Rákosi Ancsival, sok szeretettel köszöntjük a Hajdú Press látogatóit. Kinéztünk ide a főtérre, hogy megnézzük a Debrecen hangja elnevezésű zenei tehetségkutató versenyt, illetve az azt követő Fórum Bevásárló Központ nyári divat bemutatóját. Tartsanak velünk! I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care, I love it, I don't care. A rekordszámú indulók közül 22 versenyzőt választott ki a szakmai zsűri. Őket hallhatjuk a színpadon. Közülük kerül ki augusztusban Debrecen hangja 2013. Míg a zsűri tanácskozott a legjobb ötösről, addig a Fórum Bevásárló Központ nyári divat bemutatóját élvezhettük az Alföld Televízió szervezésében. Ancsi, hogy tetszett a Debrecen hangja tehetségkutató verseny? Nekem nagyon tetszett, és nekem volt is kedvencem, szóval remélem majd ő nyeri meg. És halljuk, hogy tetszett a szépség királynőnknek a divatbemutató, illetve a csinos modellek. Nagyon tetszett, és örülök is neki, hiszen most utazom ki a világversenyre, ezért így jó volt látni, hogy mégis melyik az a ruhadarab, ami most így megtetszett, és akkor már később ebben pedig bemegyek az üzletbe is megveszem. Volt esetleg favoritod a kifutón? Persze, igen. Nagyon szépek voltak a lányok, és meg is van a kedvencem. Hát szeretnénk majd oda menni hozzá, és megmondani neki, hogy jövőre mindenféleképpen induljon el. Egy királynőnek milyen az öltözködési stílusa lett neked? Az én stílusom inkább a nőies, elegánsabb. Próbálok ezekre odafigyelni, meg általában mindig magas sarkúba vagyok, tehát én ezeket nagyon szeretem, ezekre odafigyelek. Elég sok rendezvényt szerveznek Debrecenben, szoktál lejárni? Igen, a héten a Campus Fesztiválra én is kilátogatok, valamint a Virágkarneváron felkértek, mint zsűritag, tehát ott is ott leszek. Tehát akkor te fogod értékelni az autó, a kocsikat, a virágkocsikat? Így van, tehát én ott leszek és zsűrizni fogok. Akkor Ancsival ott is találkozhatunk. A főtéri rendezvényen láthatóan jól érezték magukat az érdeklődők. Hogy tetszett a divat bemutató? Hát nagyon tetszett, és az egyik kék ruhás az még jobban tetszett. Igen, anyának is azt tetszett a legjobban, a kék ruha. Igen, szépek voltak a lányok, nagyon. És hogy tetszett a zenei tehetségkutató verseny? Az is nagyon tetszett, főleg az a 14 éves kislány. Szerintem ő a legtehetségesebb közülük. A lányok nagyon szépek voltak, a ruhák is nagyon divatosak, tényleg nagyon szépek voltak, tetszett nagyon. A tehetségkutató versenyen nem csak a résztvevők izgultak. Ismerősöm is van benne, családi rokon is van, úgyhogy nagy izgalommal várjuk, a legelső volt ő, úgyhogy nagy izgalommal várjuk a végeredményt, hogy mi lesz. És volt, aki saját magát értékelte. Egy Eurovíziós számot, de ez kevésbé ismert, meg egy Bruno Mars számot, és hát én igazából meg vagyok elégedve magammal, de már az már a zsűri múlik, hogy mi lesz. No, és akkor lássuk a zenei tehetségkutató verseny végeredményét.